Kihirdették a február 10-én megrendezett Futura nevű családi vetélkedő győzteseit. Négy családot díjaztak, akik szerte a régióból érkeztek. Volt közöttük Moson-Magyaróvári, Rajkai, Dunakiliti és János Somorjai família is. A játékba legalább három generációval nevezhettek a családok, így aztán kisgyerekek, felnőtt szülők és nagymamák egyaránt megtöltötték a díjátadó helyszínét. A házasságheti rendezvény sorozathoz szerettünk volna csatlakozni. A három generáció napja program egyik eseményeként jelent meg a Futura családos kalandos vetélkedő a Futura Interaktív Természettudományi Élményközpontban. A négy őselem szinten megmérethették tudásukat a családok. Az volt a lényeg, hogy a három generációból valamennyi tag, tehát egy-egy generációt képviselő tag ugyanezt a játékot eljátsza, részese legyen, és egy közös pontot itt tudtak az egyedi pontokból összegyűjteni. A 14 versengő família 68 tagja közül még Sopronból is érkeztek játékosok. A legidősebb egy 77 éves dédnagymama volt, a legfiatalabb pedig egy alig fél éves csöpség. A díjak között showbarlangterápia, Futura belépők, élménylovaglás és társas játékok szerepeltek, fődíjként pedig egy családi nap a Hungaroringen. Hát először is nagyon jó ötletnek találtuk, hogy az egész család együtt van, mivel édesanyám elég idős, így örültünk, hogy együtt mehettünk vele, mert ő még nem volt a Futurában, de nem sikerült rá beszélnünk, de így az unoka kedvére ő is eljött megnézni, hogy mégis milyen feladatok vannak. Ami nagyon tetszett, végül is voltak olyanok, hogy lézerfegyverrel kellett lőni a bolygókat, és a nagymama a járóbotját neki támasztotta üvegfalnak, és lőtte a lézerfegyverrel a bolygókat. El se tudtuk hozni a kisebbeket, ők még maradtak volna, még egy-két kört végigmentek volna, ha az időnk engedte volna. A gyermekek csillogó szemét nézve, talán még többször is mennénk akár.